Közös énekléssel kezdődött az évindító istentisztelet, melyet Harkai Ferenc lelkipásztor vezetett. Szeretnék, ha az intézményünkbe járó gyermekek is kapcsolódhatnának a Szent Háromság egyörök Istenhez és az ő népéhez, már itt ezen a földön. Ezért hozzuk létre a szőlőskert óvodát. Elsősorban a református családok számára kívánunk segítő kezet nyújtani gyermekeik neveléséhez. Nem zárkózunk el azonban azoktól a családoktól sem, akik elfogadják értékeinket és nevelési elképzeléseinket. Intézményünk feladata, hogy domináns értékként jelenjen meg a hit, szeretet, becsületesség, bátorság, elkötelezettség, megbízhatóság, kitartás, a munka szeretete, a természet értékeinek megbecsülése. Arra törekszünk, hogy a lélek gyümölcsei, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerénység, önmegtartóztatás Isten segítségével jelenjenek meg a gyermekek életében. Nem csak óvodát tartunk fel, mi nem csak általános iskolát tartunk fel fent, mi a városnak további állami iskoláiban is ellátunk hit és elkölcstanórákat. 5 állami iskolában és még egy másik egyházi iskolában, a Reménység Katolikus Iskolában. És itt a mi egyházközségünk helységekben is vannak olyan alkalmak, amik gyermekmissziós alkalmak, gyermekisten tisztelet, illetve hittanórák. Az esemény lehetőséget nyújtott az óvodában és az iskolában dolgozóknak, hogy találkozzanak, a szeretett vendégségen pedig, hogy beszélgessenek egymással. Mi egyházközségünk 2 intézményt tart fent, egy óvodát, a Szőlőskert Református Óvodát és az Ady Endre Református Általános Iskolát, és a nevelőtestület, illetve a tantestületnek ez egy közös ünnepe, amit itt a templomban kezdünk el együtt a fenntartónak az aktív közreműködésével. Egy igei buzdítással fogunk kezdeni. Ráhangolódással a tanévre lesz egy közös énektanulás is, ez meglepetés még a bent levő kollégáknak. Az istentisztelet után a Teatrum Hungaricum előadását hallgatták meg a résztvevők. Ne fogjon senki könnyelműen a húrok rengetéséhez. Nagy munkát vállal az magára, aki most kezébe landot vesz. Ha nem tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmat és örömet, nincs rá szüksége a világnak, azért a szent fát félreted. Pusztában bújtosunk, mint hajdan népével Mózes bújtosott, s követte melyet Isten külde vezérül a lángoszlopot. Újabb időkben Isten ilyen lángoszlopoknak rendeli a költőket, hogy ők vezessék a népet Kánaán felé. Előre hát mind, aki költő, a néppel tüzön vizen áll, átok rá, aki elhajítja kezéből a nép zászlaját, átok rá, aki gyávaságból vagy lombaságból elmarad, hogy még a nép küzd, fárad, izzad, pihenjen ő árnyék.